videófelvételt készítek erről a Technics Minihifiről. Nagyon komoly tudással rendelkezik, komoly kis darab. Van rajta ébresztő funkció, be lehet programozni lejátszási funkcióra, hogy mikor kapcsoljon be, mikor kapcsoljon ki. Gyönyörű szép hangzások is készülik. És ez egynegyed hangerő volt körülbelül. Azért halkítom le, hogy az ismert zenei anyag miatt az én hangomat ne tiltsák le. Bemutattam kazettás magnó részét. Teljesen hibátlan működésű az egész hifi egyébként. Motoros kazetta bevitel. Elindítom a kazettán lévő zenének a lejátszását. Gyönyörű szépen szól. Természetesen oda-vissza játszós a készülék. Bemutatom a másik oldalát is. Másik kazettával. Elindítom a lejátszást. Oda-vissza játszós természetesen a másik fele is. A kazettás egységében belevideózok, hogy lehessen látni. Vadonatúj állapotban vannak a görgők, fejek, minden. A készülék teteje is nagyon szép állapotban van, nem csak front oldalról, minden oldalról tekintve kartmentesek a oldalak is, a teteje is. Még egyszer motorikusan becsukottam az ajtókat. Hát akkor hallgassuk a CD-jét. Egy pillanat, rakok be egy másik lemezt. Egy olyan lemezt akarok berakni, ami lehet látni, hogy agyon van nyúzva, teljesen össze van horzsolva, le van karcolva a lemez. És azt a állapotú lemezt is teljesen hibátlanul lejátsza a készülék. Teljesen személyre szabható equalizer, ezen a Joy-on keresztül beállítható minden. Egynegyed hangerő. És nagyon jó hangja van, nagyon szép hangja van a készüléknek. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételemet. A hátulját még megpróbálom egy picit illusztrálni, amennyibe sikerül. Amint látjuk, van rajta pono bemenet, ami nagyon fontos, mert a bakelit lemezjátszók újra betörtek a hifi történelembe. Az az igazság, hogy nem véletlenül kezdték el nyomni a új lemezeket, valamint gyártani újból a bakelit lemezjátszókat. A legélethűbb hangzás az övé, ő viszi a pálmát jelenleg. Mint látjuk, egy tényleg szép, megkímélt állapotú hifitoronyról van szó. Leírásában, hogyha találok hozzá távirányítót, ami vezérli, akkor azt még bele fogom írni. Jelen pillanatban távirányító nélkül hirdetem, de a leírásban, hogyha szerepelni fog, akkor biztos lett hozzá. További szép napot kívánok!